Na, sziasztok gyerekek, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Rövidlapos Podcast harmadik évadának hatodik adása. Én Kertész Bence vagyok, és itt van velem állandó társam Szűcs Marci. Szia Marci! Szia Bence, sziasztok! És ahogy ígértünk nektek, most egy héten belül újra videóval jelentkezünk, úgyhogy itt is vagyunk, ahol ma főképpen férfi témáink lesznek, időtől függ, hogy lesz-e nő is. Majd meglátjuk. Mármint vízilabdán belüli férfi témák. Így van. Valaki másra számít, akkor ez nem az a, nem az a podcast. Az igen, az másik. Az a privát böngésző. Úgyhogy intro után visszajövünk. Sziasztok! Sziasztok, én Szűcs Márton vagyok, és itt van velem Kertész Bence, és ez pedig a Rövidlapos Podcast első adása. Teljesen mindegy, hogy ki az, aki jön, ott azt a mérkőzést meg kell nyernünk, ott nem hibázhatunk. Hát mindenképpen győzni mindig jó. Forgassák le a következő Terminátor filmeket. És szia Vanda! Sziasztok! Ilyen évzáró és évadzáró adás. És itt is vagyunk, ahogy a Bence mondta, férfi témákkal. Vízilabdán belülről BL volt. A Spandauhoz látogatott a Fradi, és a Bressával volt egy jó összecsapása az OSC-nek. Ez a két csapat egyébként játszott egymás ellen is a bajnokságban, és a Honvéd meg szárnyalni látszik. Egyébként ettől az adástól lehet, hogy bevezetjük. Egy másik podcastben láttam, tehát, hogy vállaltan kopizunk valakit, és nem saját ötlet. Egy quiz kérdéssel készültem egyetlen egy darabba. Jövő héten készülsz, oké. Az aktuális témáinkhoz kapcsolódóan kell, annyi a kikötés. És ma a Honvédról fogunk szerintem egészen sokat beszélni. Akik nem azt mondom, hogy érmesek lesznek évvégén, de ezzel a vasasveréssel nekem úgy néztek ki, mint akik akár nagy csapatokat is jobban megszorongathatják, amit hát a szezon elején nem nagyon néztünk ki belőlük. Az ennek a kérdésem hozzád, és ha még te gondolkozol rajta, bár lehet egyből rávágod, addig a nézőkhöz is, hogy mikor volt utoljára érmes csapat a bajnokságban a Honvédnak a férfi együttese. Tehát melyik év, melyik szezonban? Nem ma volt egyébként. Ilyen 2007 körül. Kicsit korábban, vagy nem úgy korábban, hanem kicsit napjaink fele még szerintem. Kicsit később is volt. Nem tudom. Ebben nem vagyok jó, az a baj, ezzel sporttörténelemmel meg tudsz fogni mindig. Úgyhogy én olyan 2009-2010-es szezon. Egyébként nem voltál nagyon messze, mert amikor utoljára a Honvéd, akkor harmadikak lettek, egyébként utána sokszor, többször is negyedikek. 2008-9-es szezonban voltak utoljára. 2009, majd úgy váljuk össze. 2009-ben, igen. Úgy váljuk össze. Igen. Akkor voltak utoljára érmes pozícióban. Igen, az a 2000-es évek elejé Honvéd egyébként nagyon jó volt. Ja, a BL-t is megnyerték 2004-ben, Steinmetz, Barna, Kisgergő, meg hát igazából a fél akkori válogatott megfordult ott. De így visszatérve az alapgondolatra, a Fradi játszott egy, hát egy vártnál izgalmasabb meccset a Spandauval. Én végig azt éreztem, meg vártam, hogy jó, még tartja magát a Spandau, majd leszakadnak, majd átveszi a Fradi a vezetést, és akkor most már meg lesz, csak közben letelt a 4x8 perc. És végül nem sikerült nyerni. Meglepő egyébként egy kicsit, vagy hát nem kicsit, tehát ez egy nagyon nehéz csoport, Bressával, OSC-vel, meg még elég sok nagyon jó csapattal, és valamiért ez nem jött össze, ez egyébként a kötelező győzelmekhez tartozott volna, vagy kellett volna, hogy tartozzon ez a meccs.
Nem. Így sikerült. Nagyon érdekes egyébként, és előző adásban ki is maradt, vagy nem nagyon beszéltünk róla, de Fradi játékát elemezgettük a bő keretével, és nagyon érdekesek a szerepkörök is egyébként. Ugye az Argyropoulos, akiről gondolkodtunk, hogy akkor van szóval egy ilyen mindenes lesz. Látszott, hogy azért ő főleg a kapás oldalon játszik. Ami nagyon érdekes egyébként, az a Varga Duminak a szerepe, aki abszolút egy, hát igazából lehet, hogy ellesték a női vonalról a kezd helyét, amikor elkezdték tavaly ilyenkor kettes pozícióban játszhatni rossz kéz hátul, egy gyakorlatilag osztogató szerepkörbe tették át az UVS-ében, és egyébként ezt a válogatottban is hozta, akkor az látszott, talán a Magyar Kupában is, de a Spandau ellen nagyon-nagyon sokáig, hogy abszolút erre van kiélezve a Fradi is, jön Argyropoulos kapás oldalra, Vigvári Vendel, Fekete Gergők, főleg ott a góllövésért igyekeztek, és a Dumit meg átrakni ebbe a kettesbe, ahonnan osztogathat, és ahonnan ő ugyanúgy veszélyes. Aztán persze, amikor nem állt túl jól a Fradi, akkor visszatették kapásra, és tök érdekes ez a variáció. A center nélküli játéka is újra nagyon aktív a Fradinak, az ember előnyökben nagyon sok egyébként, bár az OSC-re nem így volt a kapás oldali befejezés, az Argyropoulosnak nagyon-nagyon nagy szerepet adnak már az első szezonjában, nem igazán emlékszem ilyenre. Tehát ezt a Fradi építkezést, ami mondjuk azt mondom, hogy 14-15-ös szezon óta tartott, mindig hoztak bele jó játékost, de nem nagyon emlékszem olyanra, kivéve amikor egyszerre jött nyilván Varga Dumi, meg a Vámos, Manó, és akkor nyilván ők kapták a fő, a legfontosabb szerepeket, vagy hogy befejezők legyenek, de senki nem jött úgy, hogy befejezőnek. Gyakorlatilag. És hogyha vízilabdában befejező szerepkörről beszéltünk, akkor ezt az Argyropoulos maximálisan hozza. Már az első szezonjában nagyon nagy benne a bizalom, és egyébként abszolút rá is szolgál. Igen. Egyébként ez a visszatérve az előző okfejtésedre, ez a Dumit kettesbe játszani most annyira nem jött be, vagy nem működött olyan jól, vagy nem tudom, igazából működött, csak most egy vereséges meccsen lehet mondjuk egy ilyen olyan dologra fogni, ami nem megszokott, akkor legyen ez, hogy nem vált be, de egyébként szerintem nem egy olyan ördögtől való gondolat, már a legtöbb csapat azért egy kettes-hármas zónával operál, vagy M-zónával, vagy ilyenek. Most a Dumiról visszaívod a zónát, és az Argyropoulos meg a Vigvári vagy Fekete hármasból valaki betöröget kapáson, a Dumit meg ott hagyott kettesből, hogy lőjön, hát szerintem 10-ből 9-szer megveri a blokkot úgy, hogy arra a kapus nem fog odaérni, ha utána meg bárra rövidbe, akkor meg ellövi a hosszút. Ha meg nem tud lőni, akkor meg feladja a beindulónak, úgyhogy szerintem igazából ez annyira nem egy ördögtől való gondolat, mert ha valakit, akkor őt bátran oda mernéd rakni kettesbe, és egyébként szerintem a Fradiról te most mindent elmondtál, és van még nekünk egy Brescia OSC mérkőzésünk. Bocs, egyébként a Fradihoz még annyit, hogy szerintem visszaütött egyből az, amit a múlt héten mondtam. Nem tudom, hogy tudatosan, vagy hogy miért volt így, vagy hogy nem. A Jansik Szili nem játszott. Mert ugye, hogy belefér, mert többen vannak, lehet két kimaradó, Damonda volt az egyik. Amúgy bocs, hogy félbeszakítalak, csak hogy én nem tudok semmit a Szilinek az állapotáról, hogy mi volt, meg ilyenek, vagy hogy ő neki mennyire ilyenek a beállítottságai, de Insta Story-ba a Fradi vízilabdának az oldalán én azt láttam, hogy a maszkba ült a buszon, úgyhogy lehet, hogy valami betegség, vagy valami, és azért elment, és hogyha tud játszani, akkor játszik, csak romlott az állapota, és akkor végül nem játszott. Én egyébként ezt is el tudom képzelni, de nyilván nem tudunk semmit, vagy hát én legalábbis. Tegnap játszott, amikor fölveszik az adást, akkor tegnap volt a Fradi OSC. Játszott egyébként egészen jól.
Nem tudom, hogy milyen volt az állapota. Az látszik, hogy a Damonte igazából tök sokat van háttérben, bár a rádió esti közvetítése alatt mondták, be lett mondva, hogy beteg, nem tudjuk, mi van vele. Úgyhogy, mint hogyha egy kicsit a Vadovics többet lenne opció. Mert hogy ugye egy balkezessel, és a Dumival sokat kettesbe, a Merkulov játszik még sokat ott. Na mindegy, egy csomó dolog van, amit majd inkább az OST meccsen volt szembetűnő, ezért ott érdemes elmondani. Szóval, hogyha Jansik Szilit, láttam, hogy még Insta story-t rakott ki a Spandau meccs előtt, tehát én simán belelátom azt, hogy elmentek többen, ki legyen a kimaradó, igazából belefér, hogy kihagyjuk a Szilit, és akkor lehet, és a meccs képéből is az látszott, hogy a Fradi is lesz vele, hogy jó, eljöttünk Berlinbe, majd ezeket úgyis megverjük, és végül nem verték meg. Tehát lehet, hogy egy kicsit olyan attitűddel mentek bele, ami végül a vesztüket okozta. Ebből a szempontból tök fura volt. Egyébként ott a Fekete Gergő játszott még nagyon jól, szerintem nagyon aktív volt, főleg a centerben. Ő, amit akár egy center nélkül játékban bemegy, akár második centerben tudni hoz, ő szerintem fizikálisan ott nagyon masszív volt. Tehát nagyon-nagyon jó volt a Spandau ellen. És szerintem az a meccs az ennyi. Igen, szerintem is, úgyhogy akkor most tényleg áttérünk a Brescia OSC-re. Hát ez egy 14-6-os mérkőzés. Hiányzott ismételten a Pufi. A Tóth Marciról beszéltünk, nem is tudom, talán a múlt heti vagy kettővel előtti adásban, hogy ő mindig egy alulértékelt center volt, de hogy mennyire jó, most ő is hiányzott, és Salamon hiányzott még, és egyébként, hogyha így valaki megnézi a góllövőket, mondjuk a Búrján 2, Várnai, Csacsovszki, Dala és Bundzsú, én mondjuk a Manót hiányolom erről a góllövő listáról, tehát hogyha meg az Angyal Dani. 6 gólt lőtt az OSC, tehát így gyakorlatilag már szinte mindegy, hogy mi az, ami sikerült, sajnos. Hát, a góllövők 6 lőtt gólnál azt azért nyilván látja az ember, hogy hát a támadás nem nagyon volt a helyén. Meg a tűzleg, és kapottnál ugye meg az is jön, hogy akkor már a védekezés se volt annyira a helyén. Tehát ugye a Renzutó meg a Dizomma, ők 3-3 gólt lőnek, hát nem tudom, ebből a Bressából kitemelt ki a Varga Dani, hogy ne lőjön kapura, valószínűleg ők ketten egyébként benne vannak, hogy ne lőjenek annyira kapura. Hát ez nem az OSC napja volt. Szerintem. Nem, abszolút nem. Abszolút nem az ő napjuk volt. És nyilván az 5 méteres is be kell lőni, de az egyik 5 méteres gól volt, úgyhogy. Igen, furcsa egy kicsit ez. Nem nagyon tudom hova tenni. Nekem az a meglepő, hogy ekkora a különbség. Tehát az, hogy a... Szerintem egyébként nem lenne ekkora. Tehát ha mondjuk most 10 meccset lejátszanának úgy, hogy most aznap, ha éjfélig játszottak volna, és biztos, hogy a Brescia nyer, mert végig dominálta a meccset, de mondjuk ha 10 meccset lejátszó 3 napos szünetekkel, egy helyen, egy steril környezetben, akkor nem biztos, nem hiszem, hogy ez lenne mindegyik meccsnek a végkép. Szóval nem biztos, mert rövidebb volt a pad. Tehát, hogy egyel kevesebben is voltak, ugye benn volt Szűcs Dani is, tehát főleg centerben voltak kevesebbek az ellenfelüknél. Egyébként ez a Brescia, ez egy jó keret. Tehát, hogyha az ember megnézi, akkor tele van nagyon jó játékosokkal. Tehát mindannyian vagy olasz, vagy valamelyik délszláv válogatotthoz tartoznak. Majd, hogy nem mindannyian. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős keret. Tehát szerintem csalóka. Tehát hogyha elvárta volna valaki a győzelmet az OST-től, az szerintem azért az nagyon hiú ábránt. Ez a 14-6 tényleg, hogy tehát egy ilyet mondjuk a Rekkótól. De meg ugye az is benne van, hogy a Brescia volt hazaiba. Úgyhogy igazából ugye az, hogy Olaszországban ez az olasz mentalitás azért másabb russzosan, mint a magyar, de egyébként meg az, hogy a Varga Dani azt nyilatkozta a meccs után, nem is tudom kinek, azt hiszem a VLV-nek, hogy
hogy a következő célra kell fókuszálni, nem szabad leragadni az előzőnél. Ahhoz képest egyébként, vagy ez így bejött? Tehát az, hogy utána meg a Fradival egy rangadón 9-8-at játszanak, szerintem a zseniális. Oké, csak az van ott, hogy a Fradin is alulteljesített az előző héten, akkor most egy mennyire jó Fradival játszottak 9-8-at. Egyébként egy jó Fradival játszottak egy 9-8-at. A második fél időben, főleg az első fél időben azért nem volt a legjobb labda a minőséget nézve, de végül is ugyanazon a szinten volt a két csapat egymáshoz képest. Volt, amikor ez magasabban volt, volt, amikor ez lejjebb. Tehát jó volt az OSC-től a Fradi mérkőzés. Itt kérdés, hogy ők ebből a BL csoportból mit tudnak még csinálni. Én hajlok arra, hogy egyébként nem sok minden. Tehát előttük van a Jug, előttük van a Fradi, a Brescia és a Novi Belgrád, és gyakorlatilag ezektől a csapatoktól kéne pontokat elhozni. Azért, hogy végül valahogy a négybe... Mond? Spandauval pedig pont egy egyenlősége van az OSC-nek. Hát szerintem, hogyha akármilyen céljai vannak az OSC-nek, akkor a Spandaut meg kell vernie. Érdekes egyébként az OSC-nél, hogy a Szabad elcsemberték meg könnyen. Hát figyelj, most itt lesz a lehetőség. A Spandauval x-eltek. Igen. Tehát ezek azért nem a leghízelgőbb eredmények, és egyébként x-eltek a Marseille-jel is. Igen. És ezek a csapatok, tehát a három mögött... Rossz. Igen, csak azt mondom, hogy az 5 pontot tudták elhozni a 3 alattuk lévő csapatba, elvileg alattuk lévő csapatba. És akkor ezután el kéne várnia tőle az embernek azt, vagy a szurkolónak azt, hogy akkor majd megveri a Jugot, meg a Rovi Belgrádot. Hát figyelj! Meg a Fradi fog játszani 2-t. Nincs ezzel probléma szerintem azzal, hogyha az OSC nem lesz a Final 8-ben. Tavaly volt belőle probléma, én azt gondolom, mert akkor egy könnyű csoportban voltak, a másikhoz képest, pláne relatív könnyűben, de nem lett meg a Final 8, ott abszolút predesztinálva lettek volna arra, és megerőzték őket olyan csapatok, akiknek nem biztos, hogy kellett volna. Idén egyszerűen jöttek egy erősebb csoportba, ahol meg nem feltétlenül vannak arra predesztinálva, hogy itt ők, nekik az első négyben van a helyük. Jó lenne, ha meg lenne. Most, hogy lement 5 meccs, az látszik, hogy bár még ugye mindenkivel játszanak még egyszer, akivel eddig még nem játszottak, illetve játszanak még majd a Juggal, meg a Novi Belgráddal, még nem játszottak talán meg a Fradival se. Tehát lesz még meccs. Biztos, hogy erőltetett lesz a menet. Nagyon. Pláne, hogy párhuzamosan kell játszani a bajnokságot is. Nem lesz könnyű. Úgyhogy most nagyon nehéz időszaka jön ezeknek a csapatoknak, ez az OSC Fradi, ez erős menet lesz most nagyon. Bajnok jó lehet a bőke. Abszolút. Jó lehet a bőke a Fradinál, hogy tudok forgatni, hogy pláne, hogy utánpótlás játékosokat is előszeretettel írnak be az OB1-es bajnokikon, hogy a kulcsjátékosok majd tudnak pihenni, nem kell ezt a tényleg szerda szombatot, vagy kett szombatot játszani, ami szerintem azért nagyon megterhelő. Míg mondjuk más csapatoknál nem biztos, hogy vannak olyan jó bajnokságok, hogy nyilván nem áltatjuk magunkat, tehát a legtöbb ellenfél ellen egyébként a Ferencváros meg az OSC sem kell megizadjon. De talán valamivel több olyan csapat van a Magyar OB1-ben, aki fölveszi a bajnokság elitjével a versenyt, mint mondjuk esetleg, nem tudom, a görögöknél az Olimpiákosznak, akiknek egy Volyág Meni elleni mérkőzésük van az évben. Vagy igazából az olaszokat is mondhatod, mert azért ott sincs sok mindenki, a Brecco, Brescia, most a többi csapat. Triest, Savona, tehát vannak... Igazából nagyjából ugyanaz a helyzet egyébként az olasz-magyar fronton, de mondjuk igen. Egy francia bajnokság most. Igen, a Marseille edzőmeccs két kapunak foghatja föl. De hát ez valahol... a Fradinak meg az OST-nek jelenthet előnyt is, hátrányt is, azt, hogy ők meccsben vannak akkor is, meg az én panaszkodni azért nem szeretnék. Semmiképpen. Mert a magyarul egy jó színvonalú.
Abszolút. Hát most figyelj, most lesz lehetősége mindkét csapatnak, hazai pálya. Fradihoz jön a Novi Belgrád, az OSC-hez pedig jön a Jug, úgyhogy... Nagyon fontos lenne mind a kettőjüknek a három pont. Ha Fradinak meg lenne, bár jó hatodik forduló lesz, és mennyi van a 14? Talán csak a BL alapszakaszba. Tehát nem lehet kimondani, hogy akkor itt vagy ott biztos helye lesz, de a Fradinak nagy lépés lenne, hogyha meg tudná verni a Novi Belgrádot. Más kérdés, hogy abszolút mínusz három pont a Spandau nekik. Igen, az nagyon fáj. Az egy olyan hát jó, pont, a végelszámolásnál olyan az pont, hogy fájni fog a végén. Végelszámolásnál az visszajöhet. Igen. Szerintem. Fradi OSC. Érdekes meccs volt. A Dumi újra kapáson játszott. Ez lehet egyébként annak is köszönhető, hogy ugye a Vendel nem volt. A Vendel nem volt. Ugye egy balkezes volt, Luka de Montese volt. Nagyon érdekes volt a Nagy Ádámnak a játéka, aki abszolút ezt a back rossz kezet játsza főleg. Bár az Spandau ellen meg, mint a ponti kapáson láttam volna többet. Nagyon érdekes egyes pozícióban. Tehát, hogyha valamit nem gondoltam volna, hogy valahol játszatni fogják a Nagy Ádámot, az az egyes pozíció. A végén is döntő jelentőségű fóroknál ő lekerült oda, és nagyon jó játszik onnan. Van neki ez a furcsán, nagyon jól elhajló lövése, amiből ő tud meglepetést okozni, de egyesbe ott neki igazából a fő dolga az osztogatás, amit nagyon jól csinált. Nagyon félt az OSC az Argyropoulosnak a játékától, ezért őt majdhogy nem végig szorossal levették. Ez viszont mindenki másnak több teret nyitott. Egyébként a centerezésektől, második centerezésektől is féltek. Én azt vettem ki a játékukból, és a Varga Duminak volt egy olyan mérkőzése, ami, hát nem azt mondom, hogy csak a Varga Duminak lehet, de hogy azután azt tudja mondani a másik csapat, hogy oké, tehát ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Igen. Egyébként azt is nyilatkozta, egyébként Dani azt is nyilatkozta, hogy hát ilyen teljesítmények vannak, mint a kisöcsémé, érdekes volt a mérkőzés menete, végig tartotta az OSC a, tehát nem engedte kettőnél többre soha a Fradit, két gól, egy gól, két gól, egy gól, volt egy nagyon-nagyon fontos 5 méteres védése a Szakonyinak. Egyébként a Szakonyiról érdemes szerintem egy pár szót szólni, mert az, hogyha már azért nem tudom, így a nézők, akik nem nagyon néznek vízilabdát, csak ilyen fontosabb tévés meccseket, vagy csak tévés meccseket esetleg a válogatottat azoknak, az, hogy tudták, vagy hallották valahonnan, hogy a fogásom a kiesett azoknak, azok azt gondolták, hogy a Szakonyival a Fradi egy kicsit hátrányba lesz, de az a nagyon durva, hogy nagyon nincs. A Szakonyi annyira fölvette a versenyt, nagyon jól szerintem, annyira fölvette a lépést, hogy lehet még azt is tudom mondani, hogy magasabb szinten folytatta, ahol a Soma most abba hagyta. Hát ezzel az legvégével azért nem gondolom, hogy az úgy lenne. Tehát, hogy nem védő jobban, mint a Soma, él a lehetőséggel. Tehát igen, ő kapott egy lehetőséget, és nem véletlenül hozták őt ide, ha jól emlékszem, 21 nyarán. Egyébként is volt, hogy fontos meccseket kapott, az előző szezonban volt, hogy BVSC-t lepték meg azzal, hogy a volt kapusukat kezdették, és próbált ezzel a Varga Zsolt játszani, hogy taktikai repertoárt úgymond meríteni azzal, hogy bármelyik kapusom kezdhet, és hogy kire mit tudnak készülni a lövők, hogy mikor, hova lő, kinek mi a gyengébb pontja. Nagyon jól véd, tényleg, tehát, hogy tegnap is nagyon fontos volt. Az a büntető, amit kivédett, az, tehát anélkül szerintem nem biztos, hogy meg lett volna a meccs egyébként. Mert ott abban a periódusában voltunk a mérkőzésnek, ahol elképesztően kellett az hát igazából a Fradinak szerintem az volt a meccslabdája. Az hát a szakítővédés. Igen, de 64%-on védett tegnap, ez nagyon-nagyon jó. Egyébként abban a büntetővel nekem vannak kétségeim, tehát az Angyal Dani harcolta ki,
és iratlan szabály nem tartja az ember, vagy nem, hogy a sértet végzi el az 5 méteres, az nem biztos, hogy jó, mert nyilván valahogy ki kellett harcolni, vagy center munkából, vagy lefordulásnak a végén, tehát egy olyan fizikai igénybevétel volt előtt, hogy nem biztos, hogy van annyi oxigén az embernek a fejében, hogy jó, ha az végzi el, aki kiharcolta. Nyilván az Angyal Dani nagy munkavírású játékos, tehát valószínűleg nem könnyen savasodik, de talán jobb lett volna, hogyha... Én azt mondom, hogy Manó fogja lőni egyébként. A Somának ő szokta. Nem tudom, hogy ebbe volt-e valami, ami mindig nézek, hogy hát volt csapattársnak, meg hát ők a válogatottban is. Mondjuk ez igaz lett volna az Angyalra is, de ők már utánpótlás válogatottban is, hogy beszokta neki a Manó lődözni. Most az Angyal lőtte, kérte, Manó adta neki, Varga Dani utasítása, igazából ezeken a kérdésköröken csak akkor érdemes végigmenni, ha valaki felelőst keres. Amit lehet, csak nem érdemes. Ott nagyon fontos volt a Szakonyi. Egyébként a Duminak az az 5 gólja, pláne abból az elnézős. Mindenkinek ajánlom, felkerült nyilvánvalóan a legtöbb közösségi oldalra megosztva, mert hát ez egy olyan momentum, ami nem gyakori egy vizelada mérkőzésen, és nem is kevesen, vagy nem is túl sokan képesek rá. Nézd, hát tényleg jó volt nézni. Meg ugyan blokk az egész teljesítmény, volt minden a tulajdon, egyébként a Manónak volt nagyon jó napja, volt, hogy nem túl könnyű szituációkból is gólt tudott lőni, ő egyébként 3-mal fejezte be, de egyébként ami a mezőnymunkát illeti, a Vigvári Vince is tök jó játszott. Igen. A Vendel nem volt, meg a Damonte nem volt, meg ugye a Soma, aki most egy ideig sajnos nem is lesz fogásom a sérülés miatt. Az OSC egyébként van, az a legjobb csapat lesz, hogyha már belekerül a hárai. Igen. Hát a hárai az sokat tud segíteni. És egyébként még annyi, hogyha valaki látta a Vígvári Vendel portrének a második részét, a Vendel mondta, hogy a Dumi edzéseken olyat csinál, hogy a meccsekhez képest ilyen, hát ilyen 5-6-szor meg lehet szorozni, hogy miket csinál. Ez most már lehet, hogy kezd afele menni. Úgyhogy majd a Vendelt megkérdezzük, hogy... Arra leszek kíváncsi, hogy ebből az edzői stáb milyen következetés volt le. Tehát, hogy sokat próbálgatták rossz kézen, nem volt rossz, nem volt kiemelkedőek voltak mások, Argyropoulos például. Most viszont jött egy olyan meccset, ahol nem azt mondom, hogy egyedül nyerte meg, de nagyon-nagyon nagy impactje volt. Hát ez a baj, ez ugye, a... Úgy lesz, hogy egyszerű történt, és azért nem borítunk fel több mindent, vagy egyébként most már ez az a narratíva volt tegnap is, vagy mostantól lesz az, hogy akkor a Dumi maradjon kapáson, és az nekünk úgy jó. Az más kérdés, hogy akkor valakit egy kicsit másabb pozícióba kell tenni. Első szezonjában egyébként a Vígvári Vendelt is szerette a rossz kézen. Hát a rossz kézen fordult ő sokat. Meg ugye, ha már ugye Fradi OSC az OSC-be, a kis Vígvári, ő meg konkrétan rossz kéz oldali játékos lett már szinte. Érdekes az ő szerepköre is. Ugye az, hogy a Sziládi ment nyáron rossz kézről, és hát az Angyal Dani jött gyakorlatilag kapásra és ott be kell, így a matek úgy jött ki, hogy rossz kézen egyel kevesebbet vannak. Ugye Búrján Csacsovszki az alapduót, a Salamon is tök sokat megfordulott, Daladömé is tudott játszani, tehát mindenki egy kicsit többet játszik ott, aki egyébként tudna. A Vince is egyébként. Ezen a meccsen nem nagyon volt ott. Én ezt betudom annak, hogy igazából bár nagyon-nagyon sokat fejlődött, és fizikálisan is látszik, hogy komolyabb bizonytömeg került rá. Nem biztos, hogy szerették volna azt, hogy akár a Fekete Gergőbe vigye onnan, akár azt, hogy a Jancsik Szilibe vigye onnan, akár azt, hogy az Argyropoulosszal legyen szemben, mert fizikailag az OSC-nek nem egy jó meccsáp, hogyha ott a Vincével egyegyeznek, még. Meglátjuk, hogy mondjuk milyen fizikai erőben lesz a Vince fél év múlva, egy év múlva. Most én azt látom, hogy mintha egy kicsit erre még az OSC törekedett is volna. Egyébként lesz ugye még 2 meccsük a BL-ben, talán mind a 2 februárban. Én azt gondolom, hogy a 2-ből az egyiken
meg fogják verni a Fradit. Mert ott vannak közel, és még egyszer el tudom képzelni, hogy a Fradi behúzza a végén, de annyira ott van az OSC, hogy szerintem az egyik BL meccsen az lesz, hogy ha nem mind a kettőn most már, hogy szépen a végén akár a szerencse is melléjük fog állni, mert most nem feltétlenül állt, most az lesz a vége, hogy ők nyernek egy meccset. Ami még nagyon érdekes volt nekem, az a Merkulov, aki két gólt lőtt új rossz kész hátulról, hogy abszolút látszott, hogy az OSC minden erejét arra fordítja, hogy egy a fába ne menjen be a labda, ahol egyébként a Paul Zolir nagyon jól mozog. Tehát ennek a játékos... Egyébként az ilyen Paul Zolinak a kapufás mozgása, akár víz alatti kamera, akár sima közvetítő kamera, akár felülnézeti kamera, bárhonnan, bármelyiket összeraknád, vagy egy összevágást csinálnál róla, szerintem az ilyen egyetemi szintű oktató lenne, hogy kell mozogni kapufába. És egyébként, ha visszaemlékszel, amikor voltunk a Magyar Kupán, a Final Four-on, ott ugyanaz, tehát nem volt a Paul Zoli tök sokáig, és ültünk a meccsen, néztük, és így összenéztünk egymásra, hogy nem volt ennyi. Három volt lőtt, igen, azt akartam én is példának felhozni, azt a vasas meccset, és azóta figyelem sokkal jobban, és ennek a játékosnak az a legnagyobb skill, mert egyébként tök sokszor egy ilyen standard, ilyen kiállítás, back pozíciót visz, tehát nem a leglátványosabb, ő emberelőnyben fában nagyon hasznos, és nagyon sok időkérés kezdődik úgy, hogy az éppen kint ülő Zoli akkor megy fába. Igen. Varga Zsolt, ha vagy valami, akkor Zoli be a fába. Nem és akkor... egy talpán a Varga Zsolt, hogyha meg tudja mondani a Fradiba, hogy egy komoly, mondjuk egy X-es időkérésnél, egy utolsó perces időkérésnél forba kit küldjön be fához. Tehát az, hogy ott van neked a Molnár Erik, ott van neked a Paul Zoli, ott van neked a... Nem, kit mondjak még? Igazából bárki. Jansik, akárkit be tudsz. Jansik is nagyon erős fából is egyébként. Tegnap nem volt annyira kiemelkedő az ő játéka. Mezőnybe beletette azt, amit szokott. Az is egy magas szint, tehát a Jansik szilitől az átlagos meccs vagy a gyengébb meccs is olyan szint, hogy azért a kalapot meg kell emelni előtte, és igen, és hogy befejezve az előzőt, a Merkulov ebből lőtt két gólt, hogy akkor a kettes pozíció ott maradt, pláne, hogy a Dumi sem most volt, és akkor jó, akkor nehogy a kapásról befejez az Argyropulov, nyilván a Magyar Kupa döntő óta van egy olyan emléke, ahol ott öt gólt lőtt az utolsó negyedben kb. Csak onnan. De hármat biztos, hogy onnan, hogy akkor afele biztos, hogy jobban megyünk, kapás hátul Dumi van, talán az egyik időkéréses fornál is az volt, hogy akkor variálta, hogy akkor a Dumi van fönt, és a hátul, vagy az Argyropulosz van a szélen, hogy akkor ez hogy legyen, kicsit megzavarva vele az OSC-t, a Merkulov meg ezeket befejezgeti. Kis jó meccse volt. Úgyhogy amit érdemes levonni tanulságként, az az, hogy valószínűleg már még a Vasossal egyikük se játszott, a Vasos nem biztos, hogy hozza, mindjárt beszélünk róluk. Azt, ami ide elég lesz, tehát valószínűleg a tavalyi bajnoki döntőnek a csapatai az idei két legjobb csapat. Egyelőre úgy látszik. Igen, és akkor ehhez... Nagyon közel vannak egymáshoz, ez nagyon jó, hogy nincs olyan ordító különbség. Igen, most már nagyon érik az OSC-nek az, hogy meg fogja verni a Fradit. És van ez a következő két csapat, ez a Vasas Honvéd duó, akik pedig bármikor, szerintem bármelyik mérkőzésen pontot fognak tudni lopni ettől a két nagytól, vagy ha nem is, de nagyon közel lesznek hozzá. Én egyébként nem erre számítottam, nem erre a végeredményre számítottam, de nagyon alul értékeltük mi a Honvédot. Szezon mindenképpen. Beszéltünk is, hogy ez a kicsit unortodox játékstílus, ez mit meg hova vezet? Hát most oda vezetett, hogy egy harmadik negyed alatt megfordították a meccset a Vasos ellen, akik egyébként szerintem egy kicsit saját magukat is megverték. Tehát azt hiszem egy 7-5-ről lett 8-7, vagy valami ilyesmi volt, amiben azért benne volt
a Vasas is, szerintem. Aztán Igen, végül hét. utolsó negyedben is kettővel nyerték, igen. Hát a Hosi vezetésével, tehát jó az öreg a háznál, megint akkora gólt csavart, hát amilyet ő szokott egyébként, tehát hogy nagyon-nagyon jó, és fölnőnek mellé a játékosok, Eklertesók, most a másik Hessels, Sebastian volt, aki három gólt is lőtt, tehát ez egy jó csapat. Érdekesen variálnak ezzel, hogy mikor veszük elő a kapuállós védekezést, mikor nem. Megy ezzel a játék, és tök jó taktikai repertoárjuk van, szerintem. A Vasas meg egyszerűen nem tudott komolyat hozni. Nekem, ami szembetűnő, lőlapból elemezni nyilván nem nagyon lehet, de a meccset is megnézve az látszik, hogy a Nagájev hát kis meccseken tömi a gyengébb csapatokat, és eddig mondjuk azt mondom, hogy két rangadójuk volt, ami nagyon komoly, egy Fradi Magyar Kupa, ahol szintén nem játszott túl fényesen, és most a Honvéd ellen a Komjádiban, és ja, igen. Semmi extra. Meg a BVSC volt még ilyen parázsabb meccs nekik. Nem jelent különbséget. Tehát talán ezt lehetett volna várni, hogy akkor jön az orosz fiú balkezesnek, és akkor majd ő jelenti a különbséget, és tök jó, tehát azt hiszem top 3-ban van, lehet vezetni is a gólövő listát, ez tök jó. Ők vezetik a Konarikkal ketten. Igen. Ez tök jó. A kettő baj, ezzel... Igen, csak nem azzal lehet bajnokságot nyerni, hogy minél jobban kétemem a kisebb csapatokat. Igen. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy te egy, nem tudom, a KS-t 22-re vered meg, vagy 14-6-ra. Az a fontos, hogy a nagy csapatok, az, hogy mindenkit meg tudsz verni, ugye a nagy csapatok közül is majd. Most lehet, hogy az van, hogy kell neki még egy-két rangadó, és majd bajnoki elődöntő döntőre megjön, vagy majd a szezon második felére. Nem tudom, ez miért van, lehet rá is akkora fókuszt helyeznek, hogy látták, hogy hú, mint tudom, hogy lőd 4 meccs alatt 20 gólt, vagy nem tudom, és akkor vegyük ki jobban, és nincs átütő erő annyira. Az Erdély nem volt ezen a meccsen, Dráskó Brugulján se, az biztos, hogy hiányzott, hogy azért jött ki így. Nem tudom, a Vasas most egészen rosszul nézett ki, szerintem. Igen, és amúgy a Nagaevvel a múltkori adásban a Konarikot beszéltük, hogy ők ketten a két nagy lövője, nagy ágyúja a Vasasnak. Most nyilván most csak a lőlapot mondom, 10-1 a kettőjüknek a mérlege. 5-0, 5-1. Csak a Konarik már mutatott olyat, akár a válogatottban, igen, akár abszolút. A klubban, akár az UVS-ében, amit így kézzel fogható, OB1, és azt mondod, hogy ez nagyon jó. Ez magas szint, ő ezt hozni fogja, ő gólokkal fogja tudni segíteni a csapat. Hát a Nagaevet nyilván OB1-ben még nem nagyon láttuk, és gólokkal segíti, csak nem biztos, hogy ott az. A Konariknak szerintem inkább most volt egy rosszabb mérkőzése, a Nagaevnek meg mind a két fontosból mind a kettő rossz volt, ez még mindig nem egy nagy minta. Tehát lehet, hogy az, hogy szépen elkezdi majd belövöldözni a helyzeteit, és mit tudom én, azt mondjuk, hogy majd ő az OB1 legrettegettebb balkeze, nem tudom. Egyelőre ez nem olyan biztosan vagy jól kinéző dolog. A Honvédnak meg nagy gratuláció. Kérdés, hogy hol állnak meg. Az Eurókupából kiestek, a Szolnokkal játszottak egy óra vissza meccset, ahol mind a kétszer nagyon-nagyon közel voltak egymáshoz. Itt velük nagyjából egy szint, Vasast megverték, Egert, meg még kisebb csapatokat megverték. Az OST-től, mintha nagyon kikaptak volna, bár a Magyar Kupa elődöntőben egyébként tök partiba voltak. Meglátjuk. Szerintem ott mondjuk azt mondom, hogy az első ötből már nem esnek ki. Ez lehet, hogy merész azzal együtt, hogy azért ott a top 3-on kívül még itt BVSC, meg a Szolnokot sem szabad elfelejteni. A Honvéd, ez pont ma, amikor mi ezt felvesszük ma este. Igen, akkor játszanak egymás ellen. Igen, ma játszanak együtt. Hol állnak meg kérdésre, ma este választ kaphatunk, hogy folytatják-e hadjáratukat, vagy
vagy szünetet tartanak. Utána nem jönnek a Honvédnek annyira fontos meccsei. A Kási, Szentes, Miskolc fog nekik következni az utána lévő háromba. Ez annak 9 pontnak kell lennie. Igen, meg egy Szeged, és nincs mostanában. Nem lesz mostanában a Honvédnak fontosabb, vagy ilyen nehezen meccse. Kötelező, a következő nehéz meccs, az február 22-én lesz a Ferencvárossal, a Kőér utcába. Úgyhogy ott találhatjuk majd meg a következő választ, hogy onnan is folytatják-e, vagy újra kezdik, ha esetleg a BVSC ellen megálltak. Úgyhogy egyébként most, hogy így ezt mondom, én ezt a február 22-ét arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ott mi lesz Kőérbe, ott azért meg lehet csinálni a páni, vagy a, ezt a... Figyelj, most azért lesz egy Fradi Vasas hétvége. Igen. De az jövő hétvégében megint lesz miről beszélni. Abszolút. Mondjuk ez addigra már, mondjuk ez azután megy ki, hogy azt lejátszották. Ami a Vasasnál megint csak értékmérő, nem nagyon lehet még dobározni azzal, hogy melyik játékos érte meg, melyik nem. Előre szólok, később még kicsit, utólag szólok, hogyha a Fradi ellen Nagájev, nem azt mondom, hogyha nem hoz extrát, hogyha gyengébb teljesítményt hoz, akkor én már lehet, hogy elkezdeném kongatni a vészharangot, hogy ezzel nem biztos, hogy a tutiba nyúltunk bele. Lehet érdemes volna a Nagy Ákost elhoz. Nem, tehát hogy nem tudom. Ki tudja, ki tudja. A Nagy Ákosnak egy szerződése van, nem? A Fredivel. Nem hivatalos. Nem hivatalos. Mi csak a BL-be be van nevezve. Azt néztem valamelyik nap, hogy BL-be benevezték, úgyhogy valami köze lehet hozzá. Ha csak ugyanaz a Nagy Ákos, mert ugye ott nincs fönn kép, csak hogy születési dátum, egyezik. Nem tudhatod. Nem tehet másik. Az se volt rajta, hogy balkezes, úgyhogy nem tudjuk. Nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy... Hát van egy ikertesúlya, aki jobbkezes, ugyanaz a nevük. Valamelyik csak befut. Fradi, hogy meglepődne, hogyha másikat igazolt volna, hogy nem, ezt a Nagy Ákost szerettem volna. Pedig minden stimmelt, minden. Minden, abszolút. Csak egyel kevesebb BB-t nyert, egyel kevesebb BB-t, meg 6-tal kevesebb csapattal kellett versenyezni érte. Amit viszont biztosan tudunk, mi, hogy a Fradi tudja, azt nem tudom, de akkor mondjuk a Fradista szurkoló nézőinknek is. Jövő héten új adással jövünk, mert hogy ennek a végére értünk, az, hogy miről beszélünk, majd akkor az kiderül. Meg kell nézni, és akkor majd meglátják. Igen, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon, ott fogtok értesülni, hogy éppen melyik héten, melyik nap fog kijönni az adás. Minden, azt nem tudjuk, hogy melyik nap, de biztos, hogy este 6, úgyhogy ha valakinek este 6-kor sok ideje van, az nézegesse nyugodtan a YouTube-unkat, és egyszer, kétszer mondjuk kattintson rá egy-két videóra, nem fogja megbánni. Én Kertész Bence voltam, itt volt velem állandó társam Szűcs Marci, és a jövő heti adásban találkozunk. Viszont hallásra, viszont látásra. Sziasztok!